Befejeződtek a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó beruházások, melyre közel 21 milliárd forintos támogatást kapott Székesfehérvár. Cserpalkovics András sikeresnek nevezte ezt az időszakot, hiszen számos fejlesztés valósulhatott meg. December 31-ig kellett ezeket a beruházásokat lezárni, és az idei év január 15-e napja volt az a határidő, ameddig a számlákat be kellett nyújtanunk. Ezt egyébként megtettük, és a teljes forrásra vonatkozóan lefettük, úgyhogy bízom benne, hogy semmilyen forrásvesztés, főleg nem jelentős forrásvesztésre nem kerül sor, tehát ezt az összeget egészében majd nagyon nagy arányban fel tudtuk használni. A régóta várt látványos fejlesztések mellett több kisebb beruházás is megvalósulhatott. Az összeg legnagyobb részét belterületi utakra fordították, így megújult a Móri út, a Liget sor, elkészült a várost délről elkerülő összekötőút, megvalósulhatott a Berény út második üteme, valamint a kerékpárút hálózat fejlesztése is. Látványos fejlesztések segítették a Fehérvár és az agglomerációban élő családokat, a bölcsődei és óvodai ellátásra, azaz a munkabállás segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére fordított közel 2,5 milliárd forintból az új Maroshegyen megépült bölcsöde, valamint a Manc János bölcsöde kialakításával 56 új férőhely jött létre, míg a már meglévő óvoda épületek felújításával, bővítésével 60 fővel nőtt az óvodai férőhelyek száma. Kicsivel több mint 4,5 milliárd forint jutott a gazdaság élénkítő népesség megtartó városfejlesztésre. A megyei városok közül az Európai Bizottság irányába Székesfehérvár forrás felhasználását is jó példának említette a szakminisztérium, tehát a TOP felhasználáson belül Székesfehérvár egy jó programozási időszakot tudott zárni, ezt nem csak mi gondoljuk így, hanem az állam ezzel foglalkozó szakminisztériuma, és bízunk benne, hogy az Európai Bizottság is. Azért is fontos ez, hiszen várjuk azt, hogy a következő évekre vonatkozóan is megkapjuk az Európai Uniótól Fehérvárnak járó forrásokat. A jövő terveiről szólva a polgármester elmondta, hogy a TOP plusz 2021-2027 időszakra jelenleg valamivel több mint 13,5 milliárd forintos támogatási igényt nyújtott be a város. Ezt a Szent István tér felújítása mellett a Fehérvár Tüdeje program folytatására, intézményfelújításokra, társadalmi programokra, okos hálózati rendszerek, közlekedés szervezési okos megoldások, illetve a Bakony utcai átkötés megvalósítására és az Úrhidai út felújítására szeretné fordítani az önkormányzat.